Szia, Henny! Szia, Daniella! Arról fogunk most beszélgetni, hogy itt a négy fal közé bezárva a karantén idején kicsit rászorulunk arra, hogy önmagunkban éljük meg a szabadságot. Tehát a külső szabadság az teljesen kizáródott most az életünkből, és saját magunkban kell felfedezni ezt a fajta korlátlanságot. Erre most konkrétan rá vagyunk kényszerítve. Kíváncsi vagyok, hogy neked erről mi a véleményed, de előbb kérlek áruld el, hogy te pontosan mivel foglalkozol? Köszönöm szépen, hogy először is ez az interjú létrejöhetett. Már napok óta nagyon izgatottan a szívemből szerettem volna, hogy minden klappoljon és össze tudjon állni, össze tudjon hangolódni. Talán abból kifolyólag is, hogy valahogy 4 évvel ezelőtt az én életem is így, ezekből a kis összekuszálódott kis puzzle darabokból fűződött egymásba, és ezt láttam megjelenedni ezekben a napokban, az ezelőtti napokban, hogy valami egy olyan minőségre jutott el az életemben, ami most már méltán visszatámogatja azt a kijelentést, hogy én szeretett tanítóként, szerelem tanítóként és ikerlán koordinátorként lehetek itt a Földön jelen. És én nagyon-nagyon örülök a mi kapcsolódásunknak, mert egyszerűen olyan szinten felmagasztoló és felemelő, hogy nagyon-nagyon szeretem minden pillanatát a beszélgetéseinknek. Úgyhogy ezekben a beszélgetésekben, és igyekszem minél lazábban egyébként most így megjelenedni, mert nyilvánvalóan ezek az évek, ez a 4 év, ami alatt kialakult bennem, ez az út, ami magát, a szerelmet megfogalmazta nekem igazi minőségben, az egyszerűen körvonalazott egy olyan minőséget, amit én valójában élni szeretnék itt a Földön. És ebben láttam meg, ebben a 4 évben, olykor-olykor visszatekintve azt, hogy hol tanítom én meg magamnak igazából a szeretetet és a szerelmet. Milyen kapcsolódásokban tudom megteremteni, és azokban a kapcsolódásokban hol vagyok én. Így egy isteni adomány, hogy ezt a hivatást én vállalhatom, felvállalhatom, és kezelhetem olyan minőségben, hogy az másoknak is nagyon kiemelkedően változtasson az életén. Úgyhogy tulajdonképpen mondhatom igen azt, hogy egy olyan koordinátori munkába álltam bele a 4 év alatt, és egészen pontosan az utóbbi 1 évben, amikor olyan széles körűen láthatok rá arra, hogy mit is takar az a fogalom, hogy szerelem és szeretet, ami mindenkinek a legnagyobb táplálék itt a Földön. Úgyhogy gyakorlatilag azt tudnám mondani, hogy a legnagyobb kincs az, ami ezáltal én megtapasztalok most itt a Földön, és ezt hatalmas nagy szeretettel adom át az összes többi embernek, aki erre nyitott, és ezzel kapcsolatban nagyon nagy szeretettel tud hozzáállni magából egy olyan kiinduló tevékenységet elindítani, amiben tényleg érdekli is az, hogy az ő életében hogy lehet a szerelem a legjobb érzés a világon. Uh-huh. Nagyvonalakban ennyit tudnék ezzel kapcsolatban elmondani. Tökéletesen ide passzol egyébként szerintem a szeretet témája, mert én azt gondolom, hogy talán ehhez a fajta belső szabadsághoz is a szereteten, az önszereteten keresztül vezet az út. Te mit gondolsz erről? Mindenféleképpen.
azt azért kiemelném, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit is takar az, hogy önszeretet. Mert összekeverik az emberek az elmékben lévő szeretet mintázatot a szívben lévő mintázattal, és a kettő hatalmas nagy különbségben tud megjelenni, megnyilvánulni. Ugye, ami most történik a világban, az gyakorlatilag egy olyan fajta szétválasztódás, ami pont az elme és a szívnek a minőségi megjelenülésében való úgymond kompromisszum bugyrait emeli ki. Tehát az olyan területek, ahova eddig nem mert lemenni az ember a szívnek a mélységébe, és azokat megélni, hanem inkább hárított, vagy eltolt, vagy elmenekült, megfutamodott, gyakorlatilag pont ezek éleződtek ki most ebben a helyzetben. Minden téren, családi kapcsolódásokban, párkapcsolatokban, egyéni úgymond egyedül léttel kapcsolatban, tehát minden arra sarkadta az embert jelen pillanatban, hogy nagyon mélyen a szeretet minőségét kezdje el úgymond a felszínre invitálni. Akkor gyakorlatilag most egyfajta kiegyenlítődés van, szóval, hogyha valaki mondjuk nehézségekbe ütközik a saját életében, például konfliktusokba, családtagokkal, vagy saját maga blokkjaiba ütközik bele, tehát ilyen belső konfliktusokkal találkozik, akkor ez mind-mind gyakorlatilag azért történik, azért kerülnek bele az emberek az ilyen helyzeteknek a közepébe, hogy gyakorlatilag lehetőségük adódjon arra, hogy belülről oldjanak meg egy problémát, ezáltal felszabadítva magukat a mindenféle kötöttségek, béklyók alól. Így van, teljes mértékig. Ebben szerinted mi lehet az emberek segítségére? Tehát azon felül, hogy nyilvánvalóan nyitottnak kell lennünk önmagunkkal kapcsolatban is, nyitottan és szeretettel kell viszonyulnunk magunkhoz, a környezetünkhöz. Mi az, ami akár technikák, vagy meditáció, szóval mik azok a technikák, vagy kapaszkodók, mankók, amik ebben a helyzetben segíthetnek nekünk az önszeretet útján elérni a belső felszabadultság állapotához? Ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából két külön szakaszt különböztethetünk meg szerintem. Mert vannak azok az emberek, akik gyakorlatilag belecsöppentek valaminek a kellős közepébe, és igazából tudatosan nem tudják kezelni. Tehát ők abban az állapotban gyakorlatilag szó szerint fejjel mennek a falnak. Tehát egyszerűen kapaszkodót keresnek, és azok a kapaszkodók, amik eddig voltak, gyakorlatilag elhalásnak indultak. Tehát többnyire azok az emberek, akik nem tudatosak, ebben a helyzetben panaszkodnak, görcsölnek, és egy negatív hozzáállással kifelé vetítenek valamit magukból, amit úgy hívnak, hogy félelem. Uh-huh. És ebben az állapotban igazából nem hogy csak saját magukat, hanem a környezetüket is elkezdik megrémíteni. Itt kell nagyon-nagyon elgondolkodni azon, hogy amikor ez az állapot van, és valaki szembe kerül ezzel, aki például tudatos, mert ő is meg van félemlítve, főleg azzal, hogy ezek az emberek, akik nem tudatosak, felnagyítják ezen állapotot, és ezáltal nagyon-nagyon sok emberrel kommunikáltam az utóbbi időben, akik ugye spirituális beállítottságúak, de ők is meglettek mérettetve, és igazából én is közéjük vagyok sorolva, mert én is a félelem részébe elég rendesen belenéztem. És nekem is egy olyan intervallumú időszakra volt szükségem, hogy fel tudjam dolgozni
hogy mindaz a tudás, mindaz a tudatosság a szívemből kombinálva az elmémen keresztül meg tudjam teremteni magamnak azt a stabilitást, ami ebben a helyzetben félelemmentesen tud működni. Nekem is nagy megpróbáltatásként érkezett az életembe. Azt mondanám, hogy engem ez a dolog nem viselt meg, akkor hazudnék. Ugyanúgy minden egyes emberben átfedik ez a folyamat, és igazából az én hozzáállásom ott fordult egy hatalmas nagyot, és én ezt javaslom mindenkinek. De ezt leginkább azok fogják megérteni, akik valamilyen minőségben már tudatosabb életet élnek, hogy a szeretet felől kezdik el megközelíteni nem a külső tényezőket, hanem a saját magában megélt agyalásokat, hezitálásokat és megtévesztéseket. Mert hogy ezek a dolgok azért érkeztek, hogy mindaz, amit tanult bárki az eddigi élete során, az gyakorlatilag most egy hatalmas nagy próbatételben, úgymond Isten színe előtt teljes mértékig levizsgáztatik. Ez pedig nem más, mint a szeretetnek a úgymond élése. Hogy éled-e valójában belül a szeretetet. És ez család, és párkapcsolati, és minden szinten ugyanúgy értendő. Mert vagy egymást bántják az emberek egymás gondolataival, vagy gyakorlatilag saját magukat az emberek. Úgyhogy szerintem a legmegfelelőbb indítatás, hozzáállás és megközelítés bárkinek a részéről az, hogy olyan állapotot kezd el megtámogatni magának az illető, amiben úgy érzi, hogy stabil tud lenni. Ez pedig egy teljes mértékű, hogy is mondjam, addig nem állok fel onnan arról a székről, addig nem mozdulok el onnan arról az álláspontról, arról a helyről, amíg én azt nem tudom mondani magamnak, hogy nyugalom. Nyugalom. Szeretet. Az a minőségem, ami most vagyok, azt egy gondolat teremti újra és újra és újra. És felteszi magának azt a kérdést, hogy vajon miért van bennem ez a gondolat, és miért bánt engem ilyen visszahúzó, negatív, alacsony rezgésű töltettel. Aki tudatos, az kérdéseket kezd el magának feltenni, amire teljes mértékig olyan fókusszal kezd el figyelni, amivel igazából elkezdi saját magát megnyugtatni. És nem lebeszélni, nem kihátrálni kezd a dologból, nem elmenekülni kezd a dologtól, hanem szemben is saját magával abban a helyzetben. Igen, mert ezek a tükrök gyakorlatilag úgy néznek ki, pontosabban ezek a kérdések úgy néznek ki, mint a tükrök. Tehát minél több kérdést teszel fel magadnak, hogy oké, engem mondjuk félelemmel tölt el egy bizonyos szituáció, akkor felteszem a kérdést, hogy miért tölt el félelemmel. És akkor gyakorlatilag minden kérdés egy új tükröt állít nekünk, annál tisztábban látjuk saját magunkat, és amint szembenézünk ezekkel a gyengeségekkel, gyakorlatilag abban a pillanatban felismerjük őket, és megsemmisítjük őket. Tehát gyakorlatilag ez vezet el egyfajta önismerethez, viszont tehát a félelem egyébként, ez egy tök jó, hogy megemlítetted, mert a félelem most azért nagyon sok embernek az életébe fokozottan begyűrűzött, és ennek is az egyik, sőt, ennek a hatástalanító eszköze ugyancsak ugye a szeretet, mert szokták mondani, hogy a szeretetben nincs félelem,
A kérdés az, hogy ugye nagyon sokan nem feltétlenül tudják ezt áttransformálni, vagy a legnagyobb rettegésükben nem feltétlenül tudják, hogy mibe kapaszkodjanak, vagy mi legyen az, ami kirántja őket ebből az állapotból. Gyakorlatilag ez olyan, mintha a sötétben gyújtanál egy fényt, és az a fény utána magától terjed, csak a legnagyobb sötétben honnan tudod, hogy mi az, amiből azt az aprócska fényt, ami aztán az egész szobát bevilágítja, hogy tudod meggyújtani? Tehát a félelem állapotában hogy tudsz szeretetet ébreszteni magadban, ami egyébként vagy alapjáraton, de lényeg a lényeg, tehát hogy tudsz szeretetet kelteni magadban, amikor félsz? Én nekem vannak technikáim ezzel kapcsolatban, mert olyan mély berkekbe pillanthattam be a saját életemben, amelyek nagyon-nagyon-nagyon a felszín alatt voltak, és hiába szerettem volna megoldani bármit, az gyakorlatilag lehetett volt úgy, hogy lássak le a mélyére azoknak a félelmeknek. És egy olyan érdekes találkozás nyitotta fel a szememet, ahol gyakorlatilag szerelmet vallott nekem valaki, aki egyszerűen egyik pillanatról a másikra annyit mondott, hogy szeretlek. És mélyen a szemembe nézve ő tudta, hogy hova mondja azt, hogy mit kell megpitiszkálni bennem. De ugye ő azt nem tudatosan, hanem egyszerűen abból a minőségi érzésből tette meg, ami ugye bekapcsolta nálam azt a mintázatot, aminek el kellett kezdődnie, hogy még mélyebbre áshassak magam berkeibe. Elmondanám azt, hogy egyébként, amikor szerelmet vall valaki valakinek, akkor egy olyan mély eszenciát, energiát közvetít, ami úgy átformál, úgy áttransformál benned minden addigi gondolkodást és minden addigi lélegzetvételedet, ami egyszerűen szabadalmaztat benned valami olyan minőséget, amit addig nem ismertél. Hogy visszatérjek arra, amit az előbb megemlítettél, hogy hogyan is lehetséges az, hogy ugye a nagy-nagy sötétben ugye valaki fény gyújtson, hogy miből táplálódik, hát ebből. Egy olyan sok hatás eredményezte nálam a változást, amiben én egyik pillanatról a másikra csak annyit tudtam kinyögni a számon, hogy te már is belém szerettél. És igazából miért született ez a mondat belőlem? Végtelen sokszor, nagyon-nagyon sokszor, újra és újra és újra játszottam magamban ezt a pillanatot. Ugye ebben a mondatban kételkedés van. És ebben a kételkedésben gyakorlatilag nem más jelenedik meg, mint egyfajta kis hitűség, hogy szerethető vagy. És igazából a legnagyobb utat ez indította el bennem, a fénynek az útját. Hogy az a valaki olyan mélyről szólott, és olyan mélyen adta át azt az eszentiát, hogy elkezdtem keresni azt, hogy miért is vagyok én szerethető másnak a szemén keresztül. Miért mondja azt valaki más, hogy szerelmes velém pár óra hossza után, amikor évekig azt súlykolták belém, hogy már pedig én nem vagyok. Mert mindenhonnan ki voltam közösítve, mert mindenhonnan olyan negatív dolgokat kaptam, amelyek természetesen tanítani akartak,
de meg kellett tapasztalnom azokhoz azt, hogy én mennyire mélyen is éltem meg a minőségemet ahhoz, hogy meg tudjam tapasztalni később azt, hogy ezt lehet fényesebben is, és minőségibben is, és értékletesebben, gyengédebben, tisztában. Mert valaki meglátta bennem a szerethetőségemet. És tudod, hogy mi az érdekes? Igen. Az, hogy az az illető ugyanezt tükrözte saját magával kapcsolatban. Hogy ugyanúgy nem hitte el, hogy ő is szerethető, de kimerte mondani, mert egómentes volt. És egy olyan állapotban találta magát velem, amit csak viszont én tudtam neki akkor ott megadni, hogy ő ki tudja annak a valakinek mondani, aki iránt ő tényleg ezt érzi. Ez a kulcs, azt hiszem egyébként, hogy talán az embereknek saját magukat kell tanulni, annyira megtanulni, annyira nyíltan és őszintén szeretni, annyira a szívük legmélyéről, hogy az gyakorlatilag egy csettintésre kirántja őket a legnagyobb sötétségből is, mert és ez nem egy egóból történő szeretet, hanem tényleg egy ilyen szívből eredő, mindenféle ítélkezéstől mentes. Tehát ez nem az a fajta szeretet, amitől aztán valaki majd mercivel fogja dübörögtetni az Andrássy út sávjait, hanem az a fajta szeretet, amikor mosolyogva tudsz belenézni a tükörbe, vagy egy kedves érintést tudsz saját magadnak adni, amikor jól esik ebben a testben lenni, és akkor egy olyan fajta összhangba, egyensúlyba kerülsz, ami egy olyan egységet eredményez, hogy nem lesz rés a pajzson, tehát a félelem már nem tud többé közel kerülni. Így van. De ez egy nagyon hosszú folyamat eredménye, ahol én most vagyok. És az úton végig igazából olyan emberekbe borzottam, akik visszatükrözték, hogy olyan sokat dolgoztam már magamon, még kell, még meddig kell is igazából. Csak azt tudom erre mondani, hogy ameddig élünk, folyamatosan dolgozunk valami, vagy együtt valakivel, vagy egyedül, de minden olyan dolog, ami megérint bennünket, valamilyen területünket, és valahol az egyensúly kibillen, és fájdalmat generál valamelyik testrészünkbe valami nyomaték, gyakorlatilag addig nekünk folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy meg tudjuk teremteni azt az egységet, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy tényleg a boldog életet tudjuk élni. Bár teszem hozzá, hogy én a megérzéseim alapján élem az életemet, és tisztán érzem az embereknek a hol létét, hogy létét állapotát. Mindazonáltal nyilvánvalóan olyan erősítéseket kapunk vissza a környező embereknek a megjelenülése által, amelyek pont azt támogatják, és pont azt erősítik, hogy az az egyensúly létre tudjon jönni. Úgyhogy igazából mindenkinek hálások lehetünk, és én kijelentésemben én mindenkinek hálás vagyok. Bármi jöjjön közbe, bármilyen akadály legyen, az én első kérdésem az, hogy tudom megoldani azt, hogy minél hamarabb én tovább tudjam a következő lépéseimet megtenni afelé a dolog felé, amit úgy hívnak, hogy egység. És akkor ezek szerint a nagy kérdésünkre, mi szerint miként tudjuk megélni a belső szabadságot, a válasz itt van, tehát a szereteten keresztül feloldani a félelmeket, és ezáltal megélni az egységet, ami gyakorlatilag maga a szabadság. Így van. Egyértelműen. Lélek nem véletlenül a szabadságnak a
legnagyobb funkcionális vezetője. Mert amikor az ember észreveszi azt, hogy nehezebben veszi a levegőt, és nem annyira támogatott az, hogy úgy vegye a lélegzésében az energiát, nem úgy fogadja be, ahogy gördülékenyen és felszabadultan menne, akkor igazából, mint például most ez a járványos történet is, igazából, ha belegondol mélyen bárki ebbe a fordulatba, ami most történt, levegővétel, influenza, mind a levegővételnek az útjának a tisztaságáért, magyarázolva a fellélegzésért, a tiszta, egyenletes, működőképes levegő folyamatának az áramlásáért harcol nagyon sok mindenki. És ez teljes mértékig a léleknek a szabad útja, a szabadság útja, hogy ez a dolog szabadon tudjon működőképesen, lélegzően tovább élni. Tehát akkor latilag nem akarom beléd folytani a szót, csak így áll össze igazából az egész kép, hogy az egész vírus gyakorlatilag arra hívja fel a... Sőt, a vírus egy tünete annak, hogy elnyomásban és zártságban élnek az emberek, és egyfajta figyelemfelhívás arra, hogy mindenki élje meg először az egyéni, utána ezáltal pedig a kollektív szabadságát és egységét. Pontosan. Igen. Ennyi. Köszönöm szépen, Henni, nagyon-nagyon-nagyon jó volt veled beszélgetni megint. És, én vagyok. És már tudom is, hogy mi lesz a következő témánk, úgyhogy bőven-bőven van itt még a mi tarsolyomban csemegem mindenki számára. Úgyhogy folytatjuk, és addig is minden jót kívánok neked, nagyon puszillak. Ölellek. És a legjobbakat kívánom. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a folyamatot így együtt ebben a minőségben el tudtuk kezdeni. És én tudom, hogy az isteni időzítés és az isteni vezettetés a legeslegjobb információkat szeretné eljuttatni az embereknek. Úgyhogy ezúton is köszönöm azt, hogy partnerem vagy abban, hogy a legjobb minőségben, a szeretetnek a legpéldaértékűbb tisztán látásában és tisztán érzésében tudjunk megjelenülni, és én hiszem azt, hogy az embereknek a tudatosságában úttörői lehetünk, és vagyunk is. Úgyhogy nagyon fogadom szeretettel a következő lehetőségeket, és azokat a megjelenüléseket, amiben egy olyan minőség bontakozik ki, amit nagyon vágynak az emberek. Nagyon örültem.